324 méter magas Megyerhegy a földtörténeti harmadkor riolit tufa kúpja, tömegét döntően horsakköves, kovás, riolit tufa és hidrokvarcit építi fel. A kovasavval átitatott kőzetet megszilárdulás után igen nagy keménység jellemzi, amelyet kristályos zárványai és üregei kiválóan alkalmassá tettek a malomkő gyártásra. A tavacska mellett az egykori bányászok riolit tufába vájt szállásai láthatók. A Megyerhegyen már a 15. században működő kőbánya volt. A malomkövek fejtését és kidolgozását évszázadokon át szerszámokkal és kézi erővel végezték. A 19. század végén bekövetkezett termeléscsökkenés, majd a működés 1907. évi beszüntetése előtt a malomkőbánya átlagos termelése évi 300-450 malomkő között változott. Felhagyott malomkőbánya fejtési gödrében kialakult az a tó, melyet később tengerszemnek neveztek el. A tó legnagyobb mélysége 6,5 méter. . 1977-ben a tavat és környékét természetvédelmi területté nyilvánították. Ma kedvelt kirándulóhely.